Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Másodvetés időszaka van, július, augusztus és még szeptember is másodvetés időszaka. És egy videót gondoltam, hogy készítek, ugye ígértem is. Múlt héten megosztottam egy videót arról, hogy mit lehet vetegetni ebben az évnek a második felében, tehát a nyár második felében van össze. Ugye említettem, hogy a kisvakonwebshop.hu oldalán a zöldségek menüben külön menüpontot is készítettem annak, hogy mit lehet ilyenkor elvetni, olyan magok vannak összeválogatva, amit ilyenkor el lehet vetni. Tehát ma nem szeretnék erről beszélni, ma egész másról szeretnék beszélni, olyan tippekről, amik elősegíthetik azt, hogy aki másodvet a kertjében, annak a másodvetés sikeres legyen. És akkor vegyük őket sorra. Nos, az első tippem az mi legyen? Hát legyen az, hogy a talaj, az időpont megválasztása. Ugye, itt maradt egy fűmaradvány. Szóval az a lényeg, hogy ugye látjuk, hogy a talajt megpróbáltam minél porhanyósabbra rotálni, illetve jelgerebjézni. No de, az időpont megválasztása. Én eredetileg múlt hét szerdán akartam másodvetni, az előző videóban is ezt mondtam, igen ám, de nem tettem. Mégpedig azért, mert kedden, vagy hétfőn, nem is emlékszek, volt egy jó eső itt Szatmáron. És azt gondolná az ember, hogy hát jaj, de jó, volt egy eső, akkor könnyebb lesz rotálni, kicsit meglágyult a föld. Hát óriási nagy hiba. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy talajmozgatást nem végzünk eső után. Bárminemű kapálás, rotokapálás, ásás, akármi eső után nem szabad, ugyanis a talaj rögös marad. Meg kell várni, amíg a talaj nagy részt kiszárad, és csökken a nedvesség tartalma, úgyhogy én is megvártam. Felül már egész száraz, látszik, hogy ahol felkapáltam, tehát kikapáltam a kis gödröcskét, ott még nedvesebb, de meg kell várni, amíg a talaj kiszárad, és csak kiszáradt talajt szabad rotálni, csak úgy tudjuk porhanyossá tenni. Na most mivel megvárjuk, hogy kiszáradjon kicsit a talaj, második tanács a vetőárok alján, egy kannával mindig öntözzük be, mielőtt vetünk. Tehát ne a tetejét locsoljuk csak az elvetett dolgoknak, ugyanis a nyári melegben ez a másodvetés nagyon fontos szabálya. A talaj magasabb rétegei nagyon hamar kiszáradnak, még akkor is, ha védni próbáljuk. Lent, ahol a mag van, ott legyen nedves. Ezért készítsük el a vetőákot, és szórófej nélkül öntözzük be kannával. Valamint a magokat elvetettük, szórófejjel ezúttal, ugye betemetjük alaposan, megöntözzük. És ezután jön talán a legfontosabb feladat. Nyári vetést el se lehet képzelni takarás nélkül. Ugye itt már elkezdtem mulcsolni, egyszerű vágott füvet használok. Nem teszem vastagon, megpróbálom megmutatni, tehát a kikelő mag fölött ne legyen sok. Ez egy centi vastag takarás, és nem több. Ennyi az egész. Nem szabad vastagon, mert a magok nem fognak jól kikelni. Ugyanis, ha nem mulcsolok, nézzük meg már egyetlen egy öntözés után a talaj pórusai záródnak. Látjuk, ha nyáron másodvetünk, azt napjában kétszer szinte meg kell locsolni, ha nincs takarva. És még lehet nem is elég. Ha egyszer kiszárad olyan szinten a talaj felső rétege, hogy a mag is szárad, vagy a csiranövény is szárad, annak annyi. Tehát még lehet, hogy kisadugja a fejét, és már tönkre megy. Folyamatosan nedves kell legyen a talaj. Na most vagy napi kétszer öntözünk, de
akkor levegőtlenné válik a teteje, és délben, amikor a legjobban tűz a nap, így is úgy is az lesz, hogy kiszárad a felső fél centiméter, és becserepesedik. Olyan lesz, mint a járólap. Tehát szó szerint egy tömör, kőkemény valami lesz a tetején. Ha ez létrejön, a mag azon nem bír gyakran átjönni, főleg az érzékeny növények, például ha sárgalépát másodvetünk, még a bab az mondjuk felnyomja, vagy a kukorica, de már egy kisebb mag nem. Ezért mindenképpen nedvesen kell tartani, amíg a mag át nem töri a talajfelszínt. És ezt csak úgy tudjuk megoldani, hogy nedvesen tartjuk, hogy gyakorlatilag takarjuk. Na most a takarással kapcsolatban is van egy-két tapasztalatom, ezt elmondanám. Ha valakinek nincs ilyen fű, nyesett fű, tehát nem hagy a kertbe sehol füvet, vagy az udvaron nincs hol nyesse a füvet, akkor egyrészt kérdezzem meg a szomszédokat, mert lehet, hogy ők meg eldobják. Akkor is van egy dolog, amit megtehet. És sőt, apró magok esetén, tehát ha valaki nagyon apró magot másodvet, legyen itt például a legjobb példa talán a sárgarépa, és így, ha fűvel bevonja, ez nem is biztos, hogy a legjobb megoldás. Ez nagyon jó megoldás, majd a későbbiekben is az lesz egy salátának, egy kukoricának, egy babnak, egy borsónak, de nem jó megoldás nagyon apró magnak, ugyanis a nagyon apró mag gyakran még a centi vastag füvet se bírja áttörni, ugyanis ez a fű, ez most ugye öntözve lesz minden nap egyszer, össze fog ez is keményedni, összeáll, olyan lesz, mint egy szőttes anyag egy idő után, és ő is hajlamos megszáradni. És ő belőle is lesz egy ilyen elég nehezen áttörhető valami. Na most például a sárgarépa magnak szinte egy hónap kell ahhoz, hogy kidugja a fejét. És ott én egy egész más valamit ajánlok, ráadásul az alatt az egy hónap alatt gyomok fognak jönni, és nem fogjuk majd tudni kiszedegetni a gyomokat, hogyha ilyen fű van. Úgyhogy azt mondom, a nagy magoknak, erőteljes növényeknek szerintem ez a legjobb, vagy akár széna, vagy ha nagyon muszáj, a szalma szerintem nem alkalmas erre, de ha nagyon akarja valaki, akkor azt is tehet. Én azt javaslom, hogy a kicsi magokat ne mulcsoljuk eképpen, hanem egy ideiglenes mulcsot tegyünk rá. Megmutatom, mire gondolok. Na, itt meg is próbáltam a gyakorlatban megmutatni, miről beszélek. Úgy ott van a túlsó oldal, az már fűvel be van mulcsolva. Ezen az oldalon mit csináltam? Fogtam szépen egy raselháló darabot. Ez megmaradt a fólia tetejére vásárolt raselháló anyagból. A két végét egész egyszerűen téglával lehet rögzíteni. Nagyon könnyű félrevenni öntözéskor. Tehát amikor öntözünk, téglát levesszük, arrébb húzzuk, megöntözzük, visszahúzzuk. Tényleg egy egyperces feladat. És én azt javaslom, hogy lassan kelő, kicsi méretű magok esetén, tehát amikor tényleg ilyen 1 mm-es, 2 mm-es magú növényekről beszélünk, és esetleg lassan is, jellemzően lassan kell, mint például ugye a répa. Ott ez a legjobb megoldás szerintem nyáron, jobb, mint a fű. Annyi egyedül a dolog vele, hogy amikor már gondoljuk, hogy lassan mutatkozni fog a répa, tehát ilyen 2-3 hét után, amikor félrevesszük öntözni, akkor átnézzük a talajt. És ahogy kiszúrjuk, hogy elkezd bújni a répa, abban a percben gyakorlatilag félrevesszük, és nem alkalmazzuk többet ezt a takarási módszert. Szépen utána kigazoljuk, és amennyiben már picit nőtt a répa, tehát látszik szépen a sorja, minden rendben van, akkor ugyanúgy áttérünk a fűre. Addig pedig lehet gyűjteni is füvet, hogy legyen mivel bemulcsolni a környékét. Nem szabad egész a tövéig, kell hagyni egy ilyen 5 centis részt, ahol nem mulcsolunk közvetlenül a répa mellett, de a sorok között, meg kicsit távolabb a répától, érdemes ott végig füvet belocsolni. És nem csak répára igaz. Ez igaz minden olyan magra, még egyszer mondom, ami kicsi, gyenge a növény, amikor kell, és nehezen tudna átdöfni egy össze, hát hogy is mondjam, ilyen posztószerűen összeállott száradt fű nyesedéket. Még akkor sem a vékony. Amikor ez összeáll, akkor gyakorlatilag ilyen lapkaszerűen van a talaj tetején, és nem olyan egyszerű azt, hogy egy növény át tudja döfni.
Úgyhogy én ezt ajánlom, ezt a módszert. Szerintem ez nagyon jól működik, és mindenkinek segítségére lesz. Ha esik az eső, az se gond, hiszen átmegy rajta a víz. De amikor öntözünk, azért ildomos félrevenni, hogy ne legyen túlságosan pocsolyás, tehát azért ne legyen levegőtlen. Ezen átjár a levegő is. Érdemes, ez egy 30%-os árnyékolású, ha jól emlékszem. Érdemes duplán vagy akár triplán tenni. Rengeteg vizet, bosszúságot, kínlódást meg lehet így spórolni. Csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, mindig nézzünk alá, hogy nem-e kell már, amit vetettünk. Na most persze lassan kellő növényeknél nem kell rögtön az első nap nézegetni, de amikor már úgy sejtjük, hogy lassan bújni fog, akkor figyeljük, és amint kibújt, vegyük félre. Ez nagyon-nagyon fontos. No, ez lenne még egy aranyszabály, amit másodvetéskor mindenképpen tartsunk be, mert ha nem árnyékolunk, abból nem lesz semmi, tessék nekem elhinni. És végül, de nem utolsó sorban az öntözésről néhány tipp. Én azt tapasztaltam, hogy mindenképpen a kertbe szükséges egy hordó, aki kútból locsol, de aki csapból locsol, annak is, hogy a víz meg tudjon melegedni. Nem is az a lényeg, hogy állott legyen meg a klór, mert az még hagyján, ha csapról locsolunk, de sokkal fontosabb a víznek a hőmérséklete. Legyen egy hordónyi vízünk, amiben van langyos napon megmelegedett vízünk, és a csíra növényeket, a friss veteményt, a másodvetést, azt mindenképpen ilyen vízzel öntözzük. A nagy növényeknek már tegyük fel, lehet adni direktbe is, de a pici csíra növényeknek mindenképpen egy megmelegedett vizet ne sokkoljuk, mert gajra megy az egész. Illetve még egy tényleg legutolsó tipp. Én úgy gondolom, de ez csak a saját tapasztalatom, logikám mondatja velem, hogy a nagy növényeinket locsoljuk késő este vagy kora reggel, teljesen mindegy. Én ott előszeretettel inkább reggel szeretem a kertet meglocsolni. Annak ellenére, hogy tudom, hogy lehet, hogy hamarabb elvész a víz, de esti locsolásnál nagyon sokáig nedves marad a növény, gyökérzónája, szára, gombabetegségnek az a meleg ágya. Tehát én a nagy növényt szeretem reggel locsolni, biztonságosabbnak tartom a növény számára, de a pici csíra növényeket, másodveteményt mindig minden esetben este öntözöm meg, és ennek az az oka, hogy a talaj minél jobban át legyen ázva. Nekik ez a lényeg, tehát ők ebből élnek. És ott még a gombabetegségekkel, meg ilyen dolgokkal nem annyira kell foglalkozni. Tehát én úgy szoktam, hogy másodveteményt este öntözöm meg, a kertet pedig reggel. No, hát ennyi lett volna mára. Reggel 6-kor kezdtem, lassan dél van, rettenetes hőség, azért egy kicsit ilyen zihával beszélek. Elmenekülök innen. Mára ennyi. Folytatom holnap, még van 3 ágyásom, ahonnan kivettem ugye a burgonyát, az be van vetve. Itt volt a hagyma, ez is már be van vetve. Ahonnan kiszedtem az első karalábékat, salátákat, az az ágyás fog következni, még oda még más dolgokat teszek, és van még egy harmadik ágyás, amiben még szeretnék másodvetni. De a lényeg, mindenkinek kívánok egy sikeres másodvetést. Igyekezzünk ezeket a lépéseket szerintem megfogadni, azt, ha azt akarjuk, hogy jól sikerüljön, és ne legyen egy pazarló, állandó öntözés az egész. Illetve mindenkit szeretettel várunk a kisvakonwebshop.hu oldalra, aki esetleg ezzel szeretné támogatni a munkámat. Köszönöm még egyszer, egy kellemes hétvégét, a viszontlátásra!